Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. Valamennyi oltóponton elérhető a szombaton Magyarországra érkezett Sinopharm vakcina, mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hozzátette, a 600 ezer adag oltóanyagot hatalmas erőfeszítés árán sikerült megvizsgálni, és így az alkalmazását engedélyezni. Már vasárnap sok oltópontra kiszállították. A vakcinát a kórházi oltópontok mellett a házi orvosoknak is rendelkezésre bocsátják. Rövid időn belül minden helyszínen ott lesz. Megismételte, a Sinopharm oltóanyag előtt teljes vírus tartalmazó inaktivált vakcina, ezért erős immunválaszt képes kiváltani a vírus többféle fehérjéje ellen. Mint mondta, ezért is bizakodnak abban, hogy ez az oltóanyag hatásos lesz a különböző vírusvariánsokkal szemben, bár ezek a vizsgálatok még tartanak. Müller Cecília közölte, éppen ezért a magyar vakcina elállításához is ezt a technológiát választották. A koronavírus járvány elleni védekezéshez is segítséget kapnak a kapcsolati erőszak áldozatai. A krízisközpontokban és titkos menedékházakban élő nők és gyerekek, mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter, amikor egészségvédelmi és járványügyi csomagokat indított útjára az Angyalföldi Családbarát Magyarország központtól. Novák Katalin azt hangoztatta, a kormány azon dolgozik, hogy minél kevesebben váljanak a kapcsolati erőszak áldozatává, és ha valaki mégis áldozattá vált, akkor minél gyorsabban szakszerű segítséget kaphasson. Hozzátette, abban is segítséget akarnak nyújtani, hogy az ilyen otthonok lakói hatékonyan tudjanak védekezni a vírusjárvány idején. A fertőtlenítőket, szappanokat, szájmaszkokat, felülettisztítókat, kézfertőtlenítő adagolókat, vitaminokat és gyors teszteket is tartalmazó csomagokat 20 krízisközpont és 8 titkos menedékház lakói kapják. Várhatóan tovább nő a héten azoknak a száma, akik elviszik gyermekeiket óvodába vagy az alsó tagozatosokat iskolába, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Maruzsa Zoltán emlékeztetett, a kormány úgy ítélte meg, hogy a járványügyi helyzet javulásával itt az ideje visszatérni a hatékonyabb jelenléti oktatásra. Ugyanakkor lehetővé tették, hogy a szülők, ha nem akarják, ne vigyék vissza gyermeküket az oktatási intézményekbe. A hiányzásokat kellő rugalmassággal kezelik. Az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatán múlt héten állt vissza a jelenléti oktatás. Az adatok szerint az iskolákba a gyerekek 75%-a tért vissza, az óvodákba 60%-uk, közölte az államtitkár. Jelezte, arra számít, hogy a héten tovább emelkedik az óvodába és az iskolába vitt gyermekek száma, a hétfői adatok kedden, szerdán állnak majd rendelkezésre. Véleménye szerint a 2-3 hét múlva azok a szülők is beviszik majd iskolába a gyermeküket, akik eddig otthon tartották őket. Ráadásul május 10-én nyitnak a középiskolák és a felső tagozat is. Utána a teljes oktatás visszaáll a jelenléti munkarendre, tette hozzá. Magyarország 20 lélegeztetőgépet és 20 ezer maszkot adományoz Libanonnak, hogy segítse a közel-keleti ország koronavírus járvány elleni harcát, mondta a külgazdasági és külügyminiszter tegnap, mielőtt hivatalos beiruti látogatására indult. Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, a világjárvány elleni küzdelem nagyon nehéz helyzetbe hozott sok országot, különösen azokat, amelyeknek amúgy is különböző nehézségekkel kell szembenézniük. Ilyenek a közel-kelet országai is, például Libanon, mondta a miniszter. Emlékeztetve a beiruti kikötőben tavaly augusztusban történt hatalmas robbanásra. Hozzátette, azóta is politikai, kormányzati instabilitás és rendkívüli pénzügyi nehézségek jellemzik Libanont. Hozzátette, ma segíteni mennek, 20 lélegeztetőgépet és 20 ezer maszkot visznek Libanonba, ahol találkoznak a keresztény közösség vezetőivel is. Megjegyezte, a keresztények jelentős részét teszik ki Libanon népességének. Külföldi híreink. Izrael ultimátumot adott a gázai övezetet uraló Hamas terrorszervezetnek, mondván, ha a rakétatámadások folytatódnak, a széleskörű katonai csapást fog maga után vonni a zsidó állam részéről. Tor Wineslander, az ENSZ közel-keleti békefolyamatokért felelős követe továbbította az üzenetet a Hamasnak és a ramallahi palesztin vezetésnek, nyilatkozta a Valla híroldal riporterének, Barak Ravidnak, az ügyről tájékoztatott forrás.
Az izraeli tisztviselők azt mondták az ENSZ követnek, hogy a gázai halászati zóna tegnap reggeli lezárása volt Izrael utolsó kísérlete, hogy ne katonai módon reagáljon a gázai rakéta tűzre. De a következő válasz katonai jellegű lesz, és súlyos következményekkel jár majd. Az üzenet, amelyet Izrael a Hamasznak továbbított, jelezte, hogy Izrael egyelőre fenntartja a Hamasszal érvényben lévő megegyezéseket, és készen áll továbbra is így tenni. De ha a rakétatűz folytatódik, Izrael nem fogja visszafogni magát. Izraeli média riportok szerint Benjamin Netanyahu miniszterelnök, akinek 8 napja maradt kormányalakítási mandátuma lejártáig, felajánlotta a Benny Gantz védelmi miniszternek, valamint a belügyminiszternek a miniszterelnöki posztra vonatkozó rotációs megállapodás első helyét. A beszélgetés részleteit ismerő források azt nyilatkozták a médiának, hogy Gantz azt mondta Netanyahunak, hogy neki nem tűnik úgy, hogy ez összejönne. Az ajánlat feltételei szerint Gantz egy évig miniszterelnök lenne, ezt követően Netanyahu visszatérne további 2 évre az ország élére, majd Gantz ismét átvenné az irányítást az utolsó évre. Miniszterelnöki mandátum alatt Gantz védelmi miniszterként is szolgálhatna. Netanyahu pedig a teljes 4 év idejére a miniszterelnöki rezidencián maradna. A márciusi választásokig vezető választási kampány során Gantz megfogadta, hogy nem fog ismét együttműködni Netanyahuval. Az előző választások után alakult egységkormány szétesése és a kettejük közötti viszony megromlása nyomán. Az Egyesült Arab Emírségek nyilatkozata, amelyben felszólította Izraelt, hogy csökkentse a Jeruzsálemben kialakult feszültséget, a zsidó államnak címzett szokatlan kritikát fogalmazott meg azt követően, hogy mindkét ország tavaly ratifikálta az Ábrahám egyezményt és a normalizációs megállapodást. Az Egyesült Arab Emírségek nyilatkozata kizárólag a jeruzsálemi konfliktusra vonatkozott, és nem említette a Hamas terrorszervezet zsidó állam elleni erőszakos támadásainak fokozódását, amely során a gázai enklávéból az elmúlt 3 napban több mint 40 rakétát indított izraeli területekre, szintén válaszul a jeruzsálemi összecsapásokra. Az Abu Dhabiban jegyzett nyilatkozat révén az Egyesült Arab Emírségek külgazdasági és külügyminisztériuma megerősítette az erőszak és gyűlölet minden olyan formájának állandó elutasítását és elítélését, amely nincs összhangban a humanitárius értékekkel és elvekkel. Görögország májustól meghosszabbítja a kötelező katonai szolgálat időtartamát a mostani 9-ről 12 hónapra, hogy középtávon negyedével több sor katonája legyen, közölte a görög védelmi miniszter. A rendelkezés alól kivételt képeznek a határokon, így a török partvidék közelében fekvő görög szigeteken szolgálatra önként jelentkezők, akiknek az esetében a szolgálati idő továbbra is 9 hónap. A miniszter hangsúlyozta, hogy ennek a kivételnek a célja több fiatalt csábítani a határokon állomásozó fontos egységekbe. A Védelmi Tárca szerint az intézkedés hátterében Athénnak és Ankarának a földközi tengeri gázmező kiaknázása miatt kibontakozott viszálya áll, amely tavaly több alkalommal is olyannyira kiéleződött, hogy a felek majdnem egy katonai konfliktusba sodródtak. Az Európai Unió jogi eljárást indított az AstraZeneca gyógyszergyártó vállalattal szemben a koronavírus elleni oltóanyagának szállításával kapcsolatos késedelmek miatt, közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Elmondta, a bizottság azért szánta rá magát a jogi lépés megtételére a tagállamok nevében, mert a brit svéd vállalat nem adott kellő időben felvilágosítást arról, miért nem tartja magát a koronavírus ellen az Oxfordi Egyetemmel közösen kifejlesztett vakcinájának beszerzéséről kötött szerződésekhez. Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy utasította Andrii Jermakot, elnöki irodájának vezetőjét, hogy szervezzen meg neki egy találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az Unión ukrán hírügynökség szerint ezt Zelenszkij csernobili látogatásakor jelentette ki, ahová nukleáris katasztrófa 35. évfordulója alkalmából utazott. Valóban én azt ajánlottam, hogy a Donyec medencében találkozzunk. Oroszország elnöke megerősítette, hogy hajlandó találkozni, de Moszkvát javasolt a helyszínül. Azt a feladatot adtam az elnöki iroda vezetőjének, hogy lépjen kapcsolatba Putyin adminisztrációjával,
állapodjanak meg, hogy melyik városban találkozhatunk, mondta az ukrán elnök. Gyermekeknek is adható koronavírus elleni oltóanyagot kezdtek el embereken tesztelni a közép-kínai Honan tartományban, jelentette a Xinhua kínai állami hírügynökség a Sinopharm kínai gyártó közlésére hivatkozva. A Sinopharm leányvállalataként működő pekingi székhelyű China National Biotech Group által kifejlesztett úgynevezett rekombináns vakcina klinikai tesztjeinek első és második szakaszát szombaton kezdték meg. Az oltóanyag még április 9-én kapta meg a klinikai tesztekhez szükséges engedélyt a kínai gyógyszerészeti hatóságoktól. Az új szer a koronavírus S-fehérjéje egyik alapegysége, az úgynevezett receptorkötő tartomány szerkezeti tulajdonságain alapul, és a vírus S-fehérjéjének ártalmatlan másolatait előállítva ösztönzi a szervezetet a koronavírus semlegesítő antitestei termelésére. Gazdasági híreink. Lengyelországban az elemző várakozásoknak megfelelő mértékben csökkent a munkanélküliség márciusban az előző hónaphoz képest. A lengyel statisztikai hivatal azt közölte, hogy a munkanélküliségi ráta 6,4%-ra süllyedt a februári 6,5%-ról. A PAP lengyel hírügynökség által megkérdezett szakértők véleményének átlagában is 6,4%-os munkanélküliség szerepelt márciusra. A munkanélküliek száma februárhoz viszonyítva 10 000-rel 1 080 000-re mérséklődött. Tavaly Lengyelországban márciusban volt a legalacsonyabb 5,4%-os a munkanélküliségi ráta, a legmagasabb pedig a decemberi 6,2%-os érték volt. Idén januárban 6,5%-ra 2018 áprilisa óta a legmagasabb szintre emelkedett a munkanélküliség. Híreinkről bővebben a brailleprice.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Ma erősen felhős, borongós idő várható, de előfordulhat némi napsütés is. Délután több felhő lesz a jellemző, illetve elszórtan zápor is kialakulhat. Megélénkül a keleti, délkeleti szél, este, éjszaka az ország déli felén borús időben elszórtan eshet több-kevesebb, fokozatosan gyengülő, ritkuló eső. Északon változó, szakadozott felhőzet a valószínűbb, csapadék nélkül. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!